Március 18-ától 20-áig oltópontként működött a Pilisvörösvári szakrendelő. A három nap tapasztalatairól az intézmény vezetője Hejt Éva számolt be stábunknak. Február hónapban kaptunk levelet először a NEAK-tól, hogy oltóközponttá jelölték ki a Pilisvörösvári szakrendelőt több megyei szakrendelővel együtt, és vártuk, hogy mikor fog az oltás megkezdődni. Erre a héten került sor, a kormányhivatal tájékoztatása és listája alapján a településünkhöz tartozó házi orvosok által kijelölt 60 év feletti lakosság oltását végezzük. Ők meghívásos, behívásos alapon érkeznek hozzánk, tehát nem önkéntes alapon, hanem a házi orvosok értesítése alapján keresik fel az oltópontunkat. Januárban egyszer már látott el hasonló feladatot az intézmény, de akkor az egészségügyi dolgozók oltását végezték itt. Akkor a Szent Margit Kórház oltópontja szervezte meg ide az önkormányzat kérésére a helyi egészségügyi dolgozóknak az oltását. Akkor két héten belül két oltásra is kiérkeztek ők ide, és a személyzetük itt oltott. Most azonban a Pilisvörösvári szakrendelő egy kihelyezett oltóponttá vált erre a három napra, amikor is a Pilisvörösvárral és a környező településekről érkező betegeket fogadják a ház orvosok irányítása alapján. Bízunk benne, hogy ezen a három napon túl is lesz még alkalom arra, hogy itt helyben történhessen meg az oltás. Ezúton is szeretném megköszönni Hejt Éva kinevezett igazgatóasszonynak a szervezésben való munkáját, valamint mind az alapellátásban, mind a szakellátásban dolgozó orvosoknak és ápolóknak az áldozatos munkáját, hisz ez a mindennapi munkájukon felül mind az adminisztrációban, mind a munkában egy plusz terhet ró rájuk. Ezért aztán külön öröm, ha egy kis nem várt segítség érkezik. Tulajdonképpen nagyon nagy szerencse élt bennünket, mert amikor kiderült, hogy Pilisvörösvár oltóközponttá válik majd egyszer februárban, akkor egy fiatal ember írt nekünk egy e-mailt, hogy készséggel áll rendelkezésünkre, ha szükség van az ő segítségére az oltás levezénylésekor. Értesítettük is a fiatalembert, akinek nagy gyakorlata és tapasztalata van intenzív terápiás betegek ellátásában, mentőzött is, tehát egy nagyon jól szakmailag felkészült nem orvos. Úgy hívják, hogy Cigner Dávid. Azért mondom be a nevét, mert nagyon hálásak voltunk a tegnapi napért, hiszen a szakorvosaink ugye nem igazán az oltással foglalkoznak, mindenki a saját szakterületén nagyon profi, de ez egy új feladat és új helyzet, és kissé bizonytalanok voltak, úristen, csak nehogy valaki rosszul legyen. Hát nyilván egy ideggyógyász itt hirtelen nem nagyon tudna mit kezdeni az ilyen típusú betegekkel, de a fiatalember itt lévén egy nagy könnyebbség volt mindnyájunk számára, és ami még pozitív ebben az egész történetben, hogy a továbbiakban is felajánlotta a segítségét, hogyha szükség van rá, akkor bármikor jön, és ezt nagyon köszönjük. Az oltópont az intézmény földszintjén kapott helyet. Úgy kezdődik, hogy a beteg bejön, alapvetően hőmérőzés történik, az minden körülmények között egyébként is megtörténik. Ezt követően van egy adminisztrációs asztal, ahol megjelennek, ott megkapják a kitöltendő papírokat, plusz a kolléganőink is elkezdik tölteni az oltási igazolást, mert ez még nem igazolvány, az oltási igazolásról szóló papírt, hogy milyen vakcinát kap, milyen időpontban és mikor lesz visszarendelve. Pillanatnyilag a Pfizer-BioNTech vakcináját kaptuk központilag, hogy ezzel kell oltani ezeket a pácienseket. Trak Bernadett alpolgármester asszony hozzátette azt, hogy már ez a három nap is nagy könnyebbség a helyi és a környékbeli lakosoknak. Én azt gondolom, ez egy könnyítés, több szempontból is fontosnak tartom. Egyrészt azért, mert ugye itt helyben történik az oltás, nem kell beutazni Budapestre, és ezzel időt is takaríthatnak meg, valamint sok esetben, ugye mi a 60 év felettiek oltárásáról beszélünk, családi kíséretre, illetve a beutazás megszervezésére szorultak, és azért azt gondoljuk, hogy itt helyben ez sokkal könnyebben, szinte majdnem mindenki itt helyben meg tudja oldani
tenni önállóan az idejutást. Másrészt azért is fontosnak és jónak tartjuk, mert gyakorlatilag helyi orvosok és ápolók végzik az oltást egy ismert közegben, és azt gondolom, hogy ez nagyban megkönnyíti, illetve személyesebbé teszi ezt a helyzetet a vörösváriak számára. A 3 nap alatt a Pilis-Vörösvári szakrendelőben napi 144, összesen 432 pacienst oltottak be. Az igazgatóasszony kiemelte, hogy a vírus terjedésének 3. hullámában különösen fontos, hogy minél többen oltsák be magukat. Az immunizálás miatt borzasztó fontos most, hogy már a járványnak a 3. szakaszába léptünk, és sajnos egyre több a beteg, és egyre több a súlyos beteg. Ugye kezdődött az idős korosztállyal, őket féltettük a legjobban, de most már ez kitolódott egészen a fiatalabb, már a 40-50 éves korosztály is nagyon érintett a fertőzés miatt a COVID-járványban, és ezért borzasztó fontos, hogy mindenki jelentkezzen oltásra, jelentkezzen be a központi oltóhelyre, hogy minél hamarabb a lehetőségekhez képest az ő korosztályában is megkaphassa az oltást. Azt, hogy lesz-e még helyben hasonló lehetőség az oltásra, jelenleg nem tudni. Ebben nincsen konkrét információnk, ahogy előbb is említettem, ugye ez központilag került kinevezésre, tehát amennyiben jön a felkérés, akkor természetesen igazgatóasszony és az itt dolgozó szakmai gárda ezt vállalni fogja, meg fogják szervezni, és újra lehetőség nyílik arra, hogy ide jöhessenek a vörösváriak és a környékbeliek az oltásra.